Milyen most újra a pályán lenni? Nagyon jó. Nagyon régóta váltam erre, és nagyon természetes érzés egyébként, hogy itt vagyok, és végre a csapattal vagyok, pedig hosszú volt ez az egy év, de nagyon örülök, hogy végre meccseket játszhatunk, és nekem most nagyon úgy érzem, hogy szükségem van rá, hogy formába lendüljek ezekre az edzőmérkőzésekre, úgyhogy örülök, hogy most ennyit játszunk. Zökkenőmentes volt visszatérni a pályára? Hát szerintem egy ilyen sérülés után sose zökkenőmentes visszajövetel, de viszont én azt gondolom, hogy jól sikerült, és nagyon biztosnak érzem a térdemet, és jó formában is érzem magam. Persze rengeteget kell még dolgoznom, mert még közel sem vagyok olyan formában, meg olyan állóképességem nincs, ami ennek kéne lennie, de én úgy érzem, hogy jó úton vagyok ezzel kapcsolatban. És a csapat milyen úton jár, hogy látod? Szerintem nagyon jó úton vagyunk, nagyon keményen dolgozunk, és nagyon látom mindenkin, hogy komolyan veszi a dolgát, és mindenki ki akarja venni a szerepét minden egyes edzésből, minden egyes mérkőzésből, úgyhogy egy fiatal lendületes csapatunk van, és nekem nagyon tetszik, és remélem, hogy nagyon jó helyezést érünk el idén ezzel a csapattal. Az egyik legrosszabb kérdés, amit fel lehet ilyenkor tenni, hogy a bajnoki rajtra kész lesz egy csapat, hiszen igazából egy csapat sosincs kész. Akkor úgy kérdezem, jó formában lehet, ha így folytatja a csapat a bajnoki rajtra? Szerintem biztos, június eleje óta edzünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy addig is edzünk, addig is edzőmeccseink lesznek, úgyhogy muszáj, hogy jó formában legyünk szeptemberre.